Vagy ezt olyan nyelvészek alkalmazott? Köszönjük, amikor megadtam a címet, akkor a mimik és a metamorfózis között ingadoztam, mégis a metamorfózist választottam, és igyekszem úgy beszélni róla, hogy minél több köze legyen a konferencia témájához, a mimézis és poézis viszonyához. És az első bevezető kérdés az pontosan az, hogy milyen hozadéka lehet annak, hogyha a metamorfózis és az ábrázolás, metamorfózis művészi ábrázolás közötti kapcsolatról gondolkodunk egyáltalán. Ez önmagában talán emiatt, hogy kiderül, előjáróban három apróságot szeretnék megjegyezni. Az egyik az, hogy a művészet önértelmezésének, főleg a modernitásban meglehetősen fontos része volt a metamorfózis. Két irányban is, ugye a görög metamorfózis, a keresztény metamorfózis, mert ugye a Hegelné is ott van, szó volt már a Darstellungról például. Tehát egyfelől, hogy a művészet az anyag átszellemítése. Metamorfózis abban az értelemben, hogy az alantas fizikai anyagból valamiféle magasabb rendű, transzfigurált, átszellemített dolog lesz. Másfelől viszont, amikor Hegel kétszer is ír az esztétikáról, a metamorfózisról, és amikor másodjára ír, akkor műfajként határozza meg, és amikor műfajként határozza meg, akkor éppen fordított irányt vél felfedezni benne, egyfajta bűnbeesésként olvassa ezt az olvasatot, főleg mondta Fry, olvassa ki aztán Hegelről, tehát amikor de a görög tudógiában, hogy amikor állattá, vagy növényé, vagy tárgyá válik egy ember, ez egyfajta lefokozás, degradáció, ahol az állati test tulajdonképpen nem más, mint az átszellemítetlen test, tehát a test, mint olyan, csak test. Ez az első előzetes megjegyzés. A második előzetes megjegyzés az szorosan kapcsolódik az elsőhöz, ez pedig egyszerűen annyi, hogyha a metamorfózist esetleg bevonjuk a mimézisről, poézisről, ábrázolásról folyó diskurzusba, akkor ez azt jelenti, hogy automatikusan bevonjuk a testet is ebbe a diskurzusba. Nem csak az anyagot, nem csak a megmunkált anyagot, hanem a testet is. Tehát a metamorfózisban az emberi test válik valamilyen módon képé és jelentésessé. Úgy gondoljunk Daphnéra, aki babérfává válik, a test babérfává válik, vagy gondolhatunk fog, hogy picit veszünk róla Morpheusra, az államistenre, aki mindig felveszi valami, annak a képét veszi magára, amit éppen be kell mutatnia. Vagy gondolhatunk Pigmalionra, ugye, aki rendhagyó Ovidius esetében, de mégis fontos történet. És a harmadik megjegyzés pedig az, hogy a metamorfózis bevonása szerintem, az én meglátásom szerint, és ebben megerősít az is, amit eddig itt hallottam, az pontosan a mimézis és poézis viszonyának, egymáshoz kapcsolódásának, határzónáinak megvilágításában, vagy megértésében segített abban, hogy a kettő között hasonlóan hogyan függjenek össze. Én anglista vagyok, irodalmár vagyok, és nem az utolom meg azt, hogy anglista vagyok, tehát nem lehetősen konkrét dolgokról fogok beszélni. Egy Ovidiusnak egy szövegéről, az Ovidius átváltozások című művének egy átváltozás történetéről, ez Arakné története lesz, ugye ő volt az a szövőlány, aki hókká változott, miután elveszítette a művészi párbajt, a szövőpárbajt Minervával szemben. És ezelőtt egy picit még néhány bevezetőt megjegyzést szeretnék azért tenni. Azt gondolom, hogy ez a történet, az Arakné története mimézis és poézis viszonyát állítja színre, dramatizálja, többek között mást is csinál ebben a művészi párbajban. Nem úgy, hogy Minerva jelképezi a mimetikus művészetet, Arakné pedig a poietikus, a más művészetet, de ez a dualitás, ez a kettősség, ez végig jelen van a történetben, és nagyon-nagyon fontos módokon van jelen. Alapvetően úgy beszél ezekről a dolgokról a történet, hogy a metamorfózis állandó jelenléte az Ovidiusi szövegben szolgáltat egy alkontextust. Tehát mire Arakméhoz érkezünk, addigra már egy csomó olyan átváltozást olvastunk, amely mondjuk az ábrázolásnak az allegorizációja. Tehát amelyben az átváltozás folyamata önreflexív metaforaként is olvasható.
Ovidius művel, főleg mióta a posztmodern Ovidiust felfedezték, kritikusok számtalan művészetmetaforát és allegóriát tartalmaz, és ez a kontextus adja meg az olvashatóságát ennek a történetnek. J. Higgins Miller, az amerikai rekonstrukció egyik jelentős kritikusa, ő például úgy gondolja, hogy a nyelv maga, mint olyan pigmalionikus, vagyis, viszont nála, hogy a nyelvi megjelenítés az voltaképpen, hogy Pigmalion mit ábrázol a szobrán, pontosan azért készít szobrot, mert nincs megelégedve a választékkal, undorodik a világban található nőktől, tehát a fejében létező nőideált szoborja meg. Vagyis amit ábrázol, ez nem egy mimetikus mű, hanem ez a valóban a társadalom, illetve a forstelmi értelmében, tehát a fejében lévő láthatatlan, absztrakt, elvont tartalomnak ad érzéki, konkrét formát. Ha ezt bevonjuk a diskurzusba, akkor a mimézis és a poézis különbsége sokkal relatívabbnak tűnik. Az volt nagyon szerencsés, hogy a Tamás előadásokban következett, hogy én is a képi ábrázolás problémájától fogva elindítani a gondolatmenetemet, csak éppen a képi ábrázolás kérdését inkább az építészetre vonatkoztatom. És elnézést kérek önöktől, hogyha nagyon sokszor fogok a papíromba belenézni, én szeretem megírni a szövegeimet, és szeretem, hogyha azok próbálják kifejteni a maguk poétikus hatását is, meglátjuk, hogy ez milyen módon sikerül. Egy épület, egy görög templom semmit sem átlátol. Ezzel a mondattal vezet be minket Heidegger az építészeti reprezentáció problémájába. A műalkotás eredetéről gondolkodva a német filozófus azt az esztétikai imperatívust fogalmazza meg, amely nélkül aligha lehet a művészeti befogadást képelezni. Idézem. A művészet valósága a műalkotásban van, ezért előbb a mű valóságát kell keresni. Erik Heidegger. Úgy véli, hogy ezt a valóságot, amelyet a műalkotás igazságaként határoz meg, nem lehet nevezetni sem a puszta dologszerűségből, sem a műlétből, mint elkülönülésből vagy magábanállásból, hanem az eredeti vonatkozásokból kell feltárni. Vajon miféle vonatkozásokra gondol? Nézzük újra! Egy épület, egy görög templom semmit sem ábrázol. Ott áll egyszerűen a szakadékos sziklavölgy közepén. Az épület magával rejti az Isten alakját, ám lehetővé teszi, hogy az, fejtőzködőn bár, de a nyílt oszlop csarnokokon át kilopódzik a szent vidékre. A templomban Isten a templom által van jelen. Az Isten jelenléte a szentséget kiterjeszti a körzet egészére. Eddig az idézet. A templom tehát, mint építészeti remekünk, Isten jelenlétét reprezentálja, mégpedig azon vonatkozások révén, amelyeket a maga számára létrehoz. A templom, mint műalkotás, ugyanis képes felnyitni a saját igazságát, az pedig nem más, mint maga Isten. Isten jelenléte teremti meg tehát azokat a vonatkozásokat, amelyek aztán kilopoznak a templom környezetébe is, az saját jelenléte által a szentség aurájába vont vidékre. Így jön létre az a vonatkozási mező, az a kontextus, amely arculatot ad a dolognak, amely tehát az igazság relevanciájával ruházza fel a műalkotást. Csak hogy. És itt jön az a nehézség, amelyel Heidegger mintha nem kívánna szembenézni. Így folytatódik a szöveg, idézem. Amíg a mű marad, amíg az Isten nem hagyja el azt, a lehetőség nyitott lesz. Ezek szerint a mű csak bizonyos feltételek között képes a saját igazságát reprezentálni, mégpedig olyan feltételek között, amelyek nem belőle erednek. Amíg Isten nem hagyja el azt, olvassuk. Vagyis a mű esztétikai valósága fölé Heidegger kifeszíti az ontológiai horizontot, abból próbálja a mű igazságának relevanciáját megalkotni. Vizsgáljuk meg újból az első kijelentést. Egy épület, egy görög templom semmit sem ábrázol. Valóban. De ugyan miért kellene ábrázolni a bármit is? Jogos-e az elvárásunk? Talán minden félreértés az ábrázolás fogalmából, a vizualitáshoz kötődő konnotációtól ered. Ugyan miért is kellene elvárni egy architektonikus formakompozíciótól azt, hogy a vizuális megismerés mémelve a képileg leképzett világ utánzatát állítsa elénk? Vajon nem helyezzük-e téves alapokra az építészetet, ha a képi megjelenítésből akarunk megérteni? Mert már bölcseleti tradíció és egész európai kultúránk a vizualitásra épül.
mert látom óta úgy véljük, hogy a képek és a hozzá tartozó ideák képelezése nélkül alig ha lehetünk képesek a megismerésre. A térbeli művészetek mégis mintha arra tanítanának minket, ahogyan például a performatív művészetek is alkalmasak erre, az e fajta kizökkentésre, hogy a térjes tapasztalás kibújik a látás uralma és ideológiája alól. A térjes tapasztalás éppenséggel annak észlelésére tanít, ami a látványban nem fér bele, mert az ábrázolhatóval szemben a térjesülőt engedi megmutatkozni. Ha az építészet lényegéhez akarunk közel térkőzni, akkor nem kerülhetjük meg, hogy vizsgálódásunk terébe bevonjuk a térbeliség fenoménjét és a térjesülés tapasztalatát. Egy épület, egy görög templom könnyen lehet tehát, hogy semmit sem ábrázol, de azt alig, ha vonhatnánk kétségbe, hogy valamit reprezentál. Mit reprezentál egy épület, templom? Mit reprezentálhat egy ravatalozó, egy lépcső, egy koncertterem, egy üzemtér? Első lépésként a reprezentáció fogalmát kell tisztázni. Ahogyan azt filozófiai stúdiumainkból megtanultuk már, minden kijelentés, minden kifejezés, sőt, maga a gondolkodás is a reprezentációra épül. A dolog egyszerű látványának megjelenése, ugyanis rögtön megjelenítésbe fordul át, amint a közvetlen látványt befogadjuk, mint a szellem tiszta tekintetében jelenlévőt. Gondolkodásunk tulajdonképpen nem is tételezhető a reprezentáció művelete nélkül. Arra vagyunk kényszerítve, hogy a világ dolgait szüntelenül megjelenítsük önmagunk előtt. Mi emberek mindannyian reprezentáló lények vagyunk. Számukra a dolgok, a fa, a nap, a kör, a nézszög. Azáltal tudnak megképződni, hogy a puszta benyomáshoz a szellem hozzárendeli azt a meghatározott formát, azt az ideát, amelyel beazonosíthatónak vélik. Ekként válik a szellemben megjelenő világ a megtapasztalt élet ismétlésére. Lényegében mondom bár, hogy tisztán és kizárólag házakról fogok beszélni a mai előadásból, ráadásul házalapú házakról. Fölmerül a kérdés, mi az, ami egy házat egyértelműen házzá tesz, értem most ezt abban az értelemben, hogyha nem építész, hanem egy laikus tekint egy épületre, akkor mi az, ami kétséget kizáróan ezt az érzést váltja ki benne. Megjökendő kérdés, ez egy építészetben is foglalkozó konferencián, de könnyen átérhetjük a tétjét a kortárs épületeink elfogadásának nehézségére gondolunk. Elnézést kérdem Bán Ferenctől, hogy épületét citálom elsőként. Tőle hallottam azt az anekdotát, hogy nem egy alkalommal hallotta meg a számomra nagyon fontos Tokaj nyaralója kertjében ülve az utcáról bekiabáló indulatos kérdést, mi ez? Hogy másként is válaszolt volna? Ház. Más a helyzet azokban az esetekben, ahol a kódolás-dekódolás folyamatát közös, ismert referenciák segítik. Ilyen hivatkozási alapot jelentenek a kortárs építészetben mind erősebben jelenlévő házformák, házalapú házak, archetipikus házforma transformáció. Az építész csemetéket leszámítva, magas tetős házformát rajzol már az óvodás is, másolva a valóságot és másolva társait. Az archetipikus házformával legelvontabb módon kísérletező épületeket nézve is otthonosság érzésünk támad, egyéni és kollektív emlékeinkből asszociáció sora hívható elő. A mimézis és poézis dihotómiáját érzeketes példákkal szeretnénk illusztrálni az építészet köréből. Könnyen felmutathatjuk egy képzeletbeli skála olyan szélső értékeit jelentő épületeket, amelyeket egyrészt az utánzás, másrészt a poézis, az invenció, az egyediség figyelhető meg. Előadásomban ez az ijesztően széles értelmezési tartomány szűkítve mindössze néhány házformájú házról szeretnék beszélni, melyek ráadásul zömmel, de nem kizárólag kortárs magyarországi közösségi épületek. A házalapú házak bizonyos értelemben mind az archetipikus előkép másolatai, mind utalnak, felidéznek, másolnak egy formaszinte végtelenül gazdag építészeti valóságából. Ugyanakkor is előadásom legfőbb kérdése ez lenne, a látszólagos azonosság, lényegileg különböző okokozati megfontolásokat és tervezői ambíciókat takar, amelyek alapvetően változtatják meg a forma jelentését, és fordítva a forma jelentéstartalma is hat magára az építészeti elgondolásra. Eredeti másolatok jönnek létre. Közösségi funkciót befogadó épületek esetében ez az alapvetően kisléptékű forma óhatatlanul felnagyítva jelenik meg.
kacsintás el kell derülteni. Fizikai értelemben is, hiszen ezek az épületek általában nagyméretűek, de szellemi értelemben is, hiszen akarva akaratlan jelentéssel ruházódik fel az önmel közösségi, vagy közösségnek is szóló épületüzenet. Például egy nagy része borászati épület, melynek oka, hogy a funkció az elmúlt évtizedben különleges kísérletező terepévé vált a kortárs építészetnek, ahol a tájjal való viszony folyamatos újra definiálása során leggyakrabban a présház formára utaló archetipikus épületforma vált referencia gondolattá. És kifejezetten nem vizsgálom a szakrális épületeket, amelyek erre forma egyértelmű kontinuitást mutat az építészet történetben jól ismert előképekkel, emiatt az archetipikus házformának profán közegben is kölcsönözve bizonyos értelmű szakralitás. Elemzendő épületeim legöregebb egyike sincs negyedszázados, az önben az utóbbi években épültek. Fennmerül a kérdés, mi ez az egyszerre ősi és mégis új keretű vágy, de forma megidézésére és átértelmezésére. A kézenfekvő válaszokon túl, amelyek az építési hatósági előírása kötelező tájhonos, magas tetős, gyakran még a tető hajlásszögét és korlátok közé szorító követelményeit idézik fel, bizonyára illeszkedik ez a tendencia a kortárs építészet jelentésadása ambiciózusan kísérletező áramlataiban is. Anélkül, hogy az archetipikus házforma építészet történeti fejlődésének, alakulásának, reménytelen vállalkozásával fognék, hadd idézzek fel egyetlen közismert példát. Robert Venturi édesanyja számára tervezett és 1964-ben elkészült, és a forradalmilag bizonyuló háza a nemzetközi modernizmus ellenében az építészet közérthetősége mellett megfogalmazott manifestummá vált. A ház alakú forma az elrajzott ablakokkal, kéménnyel és egyéb elemekkel együtt nyilvánvaló idézett csupán, mégis mintha az épület mérföldkövet jelentene, mint azóta a ház alakú házak többsége, mint utalás, idézett, hivatkozás, újrafogalmazás, másolás lenne egyfelől, és eredeti, személyes építészeti olvasatok reprezentációja másfelől. Előadásomban néhány eredeti és személyes építészeti olvasatra szeretnék fókuszálni. Például négy csoportba rendezőket. Először a regionális kísérletekről, majd a kompozit és az absztrakt koncepciókról, végül a narratív elgondolásokról szeretnék beszélni, vállalva a fogalmak helyenkénti bizonytalanságát. Hát így a kávészünet után csak annyi jutott eszembe, hogy senki nem számított büntető mozi délutánra, de ez fog következni. A cím inkább poézis, az alcím, hozzászólás a vizuális kultúra és az építészet kapcsolatának kérdésköréhez tekintettel az építészeti formalkotás néhány művészetelméleti vonatkozására. Mielőtt a címben foglalt művészetelméleti vonatkozások tárgyalásába kezdenék, a címben kinyilvánított állásfoglalás inkább poézis indoklására szeretnék összpontosítani egyrészt, másrészt ez némi magyarázat, ha tetszik, magyarázkodás is fűződik. Ugyanis miután megismertem Hans Blumenberg a természet utánzása a teremtő ember eszméjének előtörténetéhez című nagyszerű és nagyívű tanulmányát, elbizonytalanodtam azzal kapcsolatban, hogy természetesen más hasonlóan nagyívű általam ismert témába vágó gondolatmenetekre is tekintettem, szóval, hogy a konferencia témájaként adott fogalmak, mimézis és poézis viszonyáról tudok-e valami újat eredetit mondani, és arra a következtetésre jutottam, hogy inkább nem. Blumenberg tanulmánya ugyanis nyomasztóan nagy és magabiztosan kezelt szellemi apparátus mozgatva tárja elénk az Arisztotelész nyomán a természet utánzásával, és az eme utánzást kiteljesítés lehetővé tevő emberi képesség egészét jelentő techné fogalmával összekapcsolódó mimézis eszme sorsának történeti alakulását, majd erózióját a teóriában, amihez én, aki csak egy az árnyékok világát ismerő, reprodukáló szofista vagyok, mint Platonnál a festők, nem igazán tudnék mit hozzátenni. Viszont lebilincselve követtem ennek a történetnek az alakulását, melynek eredményeképpen a konstrukcióra törő emberi akarat végül a természetet pusztán materialitásra és energiaértékre redukálja, és a természet eképpen a technika lehetséges termékeinek foglalatává válik, a művészet számára pedig szinte végtelen lehetőségek nyílnak. A műalkotás többé már nem utalni akar valamire, hanem maga akar lenni valami. Valami, ami a tárgyi minőségében immanens értékeket hordozó és kinyilvánító képződmény, amely a mimézis terhétől megszabadított poézis létrehozás nyomán keletkezett. Inkább poézis nyomán. A mimézis eszméről való lemondás nyomán adódó végtelen lehetőségek egyrészt
mintha felszabadították volna a művészetet és a művészeket, egyúttal azonban minden, ami korábban feladat volt, problémává vált. Fülep Lajos fogalmazta ezt így. A művészetben a hagyomány folytatása és a minták követése helyett a régi tilalmács az újabb és újabb eltérések létrehozását tekintették a kor parancsának. A képzőművészetben elvetették a perceptuális ekvivalencia elvét, az absztrakció és a konstrukció tárgy nélküli immanens képi formai világa felé tájékozódva, amiből nem csak demitizálás és metafizikátlanítás, hanem remitizálás és a metafizikához való visszatérés, esetenként visszamenekülés is fakad. De innen nyílt út a dizájn jellegű formaalakítás felé is, de ezen az úton most nem indulunk el. Az építészet szintén rohamléptekkel haladt előre az absztrakció és a konstrukció irányába, elvetve a historizáló dekorumot és az ornamentikát, bár az építészeknek ebből a szempontból úgymond eleve könnyebb dolguk volt, hiszen esetenként még Platón is megengedően viszonyult az építészethez, megállapítván, hogy az építészetet, mint teremtő művészetet elsőbbség illeti meg a szobrászattal és a festészettel szemben. Miután azonban a klasszikus építészeti avantgárd energiái elapadtak, vagy úgy tűnt, hogy elapadnak, az építészetben is új fároszok felé tájékozódtak. A praxist támogató teóriák, gyakran apologetikák horizontján új szaktudományok bukkantak fel, és a szaktudományok horizontján is láthatóvá vált az építészet. A hagyományosnak tekinthető és az újabb nézőpontok pozíciójából gyakran igazságtalanul elavultnak tekintett művészettudományok mellett a szociológia, a lingvisztika, az antropológia, a kommunikáció elmélet, az interdisziplináris vizuális kultúrakutatás és más további disziplinák is vizsgálatuk tárgyává tették az építészetet. Az így létrejött elméleti viszonylatok egyrészt gazdagították az építészetről alkotható képet, illetve a teória iránt fogékony praktizáló építészet számára inspirációt jelentettek. Másrészt viszont elsősorban külföldön sokakat arra csábítottak, mi egy ilyen előállapotban vagyunk, tehát nálunk még a csábításig nem jutottak el a dolgok, hogy maguk is a teoretika mezején, bár ki tudja, maguk is a teoretika mezején szálljanak síkra, elméletkutatóként új és új teóriák és értelmezések kidolgozásával lendítve tovább, és tovább a már-már önálló életre kelt disziplinaként értelmezett építészet teória ügyét, ezzel kisebb szakadékot teremtve kutatás és praxis között. Mára azonban ez a szakadék betemetődni, sőt betemetendődni látszik, mert a kritikai teória és a nagy normatív építészetelmélet, legalábbis a beavatottak szerint, biztosan a múlté, aminek kapcsán vannak, akik az elmélet végét vizionálták, véletlenül épp 2000-ben, mások pedig a kritikai praxis helyett a projektív praxis eljöveteléről beszéltek, amelyben az elidegenedett és praktikon kívülről ítélő szakértőt felváltja majd a reflektív személyiség. Bármit jelentsen is ez ilyen összefüggésben. Ismét mások pedig további interdisziplináriákban keresik az építészet megújulását, topológiában, tendológiában, plektikában, stb. E változásokkal kapcsolatban az egyik omnikompetens tárépítész, Hani Rashid, 2004-ben így fogalmazott. Az építészek új generációja számára az elmélet nem spekuláció többé, melynek igazolása az épület, sokkal inkább maga az épület válik elméletté. Tessék!